Családi körben szavaztak a politikusok, Semjén Zsolt még az édesanyját is elvitte voksolni, Vona Gábor szavazatát pedig a kisfia dobta be az urnába. Orbán Viktor szintén feleségével szavazott, Gyurcsány Ferenc viszont otthon maradt és kávézott. Eközben arra kérte a szimpatizánsait, hogy ne menjenek el szavazni. Orbán Viktor a volánnál, mellette a felesége. Így gördült be a parkolóba a miniszterelnök kis busza. Orbán Viktor a bizottság minden tagjával kezet fogott, mielőtt bement a szavazófülkébe. A szavazat leadása után pedig feleségével kéz a kézben, Havasi Bertalannal a hátuk mögött távoztak. Bár a kormányfő egy hete az Origónak még azt mondta, a 100%-os részvételi aránya lenne elégedett. A szavazás napján már nem az érvényességet tartotta lényegesnek. Ugye a legfontosabb kérdés, hogy több-e a nem, mint az igen. Állítólag emiatt nem kell nagyon izgulni, de én már vesztettem úgy választást, hogy állítólag nem kellett volna izgulni. Aztán a végén mégis baj lett belőle, tehát amíg le nem zárják az urnákat, és meg nem számolják a voksokat, addig nem lehet biztosat tudni. Semjén Zsolt az édesanyja, a felesége és a fia kíséretében szavazott. A miniszterelnök helyettes azt mondta, azért fontos a népszavazás, mert a világ összes gazdasági migránsát nem tudja befogadni sem az ország, sem az Európai Unió. Őrült lennék, hogyha mondjuk 15-20 hajléktalant hazavinnék a három gyerekem, a feleségem, meg az anyám mellé a fürdőszobába, meg a konyhába. Kósa Lajos sem egyedül érkezett. Őt a felesége és két lánya kísérte el szavazni. Miután bedobta a szavazólapot, híradónk megkérdezte, lemond-e Orbán Viktor, ha érvénytelen lesz a népszavazás, de a válasz nehezen született meg. A perdöntő az, hogy érvényes, nem. Vagy igen. A Fidesz frakció vezetője másodszor is belezavarodott a válaszba. Nem mond le. Akkor van következménye a népszavazásnak. Ez se jó, mert az nem akkor van. Kezdem előre, jó? Bonyolult a kérdés. És jött a harmadik nekifutás. Nem mond le. A döntő nem a részvétel, hanem az, hogy az igenek vagy a nemek vannak többségben. A Fidesz frakció vezetője végül azt mondta, ha az igenek lesznek többségben, lemond a kormány. Ha a nemek, akkor a parlament jogalkotásba kezd. Annak viszont nem lesz következménye, ha eredménytelen lesz a népszavazás. Vona Gábor is családi körben szavazott. Az újságírók kérdéseivel viszont a Jobbik elnöke könnyebben megbirkózott, mint ahogyan Kósa Lajos. Azt mondta, azt várja a miniszterelnöktől, hogy mondjon le, ha érvénytelen a népszavazás. Orbán Viktornak le kell mondania, hogy az David Cameron is megtette egy számára balul elsült népszavazás után. Vona Gábor szerint ugyanis ebben az esetben az ország aduáztat Brüsszel kezébe, mert jogi értelemben nem utasítja el a kvótát. Ez egy bűnös és hazug népszavazási cirkusz, amit Orbán rendezett. Ezt mondta Bodnár Zoltán, a liberálisok ügyvivője, miután leadta a szavazatát. A politikus igennel szavazott, ami szerinte arra jó, hogy kifejezzék az emberek, elegük van abból, amit az Orbán kormány csinál Magyarországgal. Ne menjen el szavazni. Miközben a kollégák sorban adták le a szavazataikat, a DK elnöke békésen kávézott és kampányolt a teraszán. Gyurcsány Ferenc betartotta az ígéretét, és otthon maradt október 2-án.